Az Oroszországgal vívott háborúban aratott győzelem után Ukrajna a globális biztonság védjegyévé válik. Jelentette ki Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Odesszában az Ukrajna fegyveres erői haditengerészetének napján tartott beszédében. A háború után a győztes Ukrajna másokat is megtanít majd arra, hogy hogyan kell erősnek lenni és hogyan kell megvédeni a szabadságot, mondta Zelenszky. Mint kifejtette, Ukrajna sorsa kétségtelenül az, hogy erős legyen, hogy a szabad világ szabad része legyen. Biztos vagyok benne, hogy Ukrajna meg fogja védeni magát ebben a háborúban, és visszaszerzi mindazt, amit ideiglenesen az oroszok ellenőrzése alatt áll, hangsúlyozta az ukrán elnök. A Zaporizsia megyei Berdjánszk és Melitopol városok irányában keserves harcok árán, de fokozatosan nyomulnak előre az ukrán csapatok. Eközben viszont az ország keleti részében az orosz erők értek el előrehaladást. Közölte Hanna Maljár védelmi miniszter helyettes vasárnap a Telegramon. A helyettes tárcavezető szerint az ukrán csapatok a tartalékosokkal megerősített orosz erők intenzív ellenállásával néznek szembe, de kitartóan és fáradhatatlanul teremtik meg a feltételeket a gyors előrehaladáshoz. Beszámolt egyúttal arról is, hogy az orosz erők támadó műveleteket hajtanak végre Donyeck megyében Avgyijivka, Limán és Mariinka települések irányába, a Luhansk megyei Svatove felé előrehaladást értek el. Ott most kemény csaták folynak. Az ellenség támadja Bilohorivkát, Szerebrián. A helyzet meglehetősen bonyolult, fűzte hozzá Maljár. Hozzátette, hogy Bakhmut irányában a déli szárnyon az ukrán csapatok részsikereket értek el, míg az északi szárnyon folytatódnak a harcok. Az ellenség két ejtőernyős ruhamezretet telepített oda, emelte ki a miniszter helyettes. Az ukrán vezérkar vasárnap esti harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy az orosz erők vasárnap 11 rakétacsapást mértek Ukrajnára, 8 irányi gyártású Szahid kamikadze drónt vetettek be, valamint 40 légicsapást indítottak és körülbelül 30-szor nyitottak tüzet rakétasorozatvetőkkel. Eközben az ukrán légierő 9 csapást mért orosz katonai pontokra, a rakétai és tüzérségi egységek pedig 22 orosz tüzérségi és 2 légvédelmi rendszer találtak el lőállásban, tette hozzá a vezérkar. Az ukrán ellentámadás már elért bizonyos sikereket. A jövőben Washington továbbra is tartja a kapcsolatot Kijevvel és támogatást fog nyújtani Ukrajnának, hogy minden meglegyen, amire szüksége van. Ezt John Kirby, a Fehérház Nemzetbiztonsági Tanácsának stratégiai kommunikációs koordinátora jelentette be, írja a CNN. Az amerikai kormánytisztviselő megjegyezte, hogy az USA és Ukrajna közötti kommunikáció az ellentámadással kapcsolatban állandó. Folyamatosan tájékoztatnak minket, és továbbra is mindent megteszünk, hogy segítsünk nekik az ellentámadásban, magyarázta a tisztviselő. Kirby nem válaszolt arra a kérdésre, hogy meddig tartott még a háború, megjegyezte azonban, hogy mindenki szeretné, ha még ma véget érne. Az elnök felszólítására a hadiállapotra való tekintettel felülvizsgálták a vízszolgáltatás és a vízelvezetés díjainak emelését, és a határozatot visszavonták. Volodymyr Zelenszky egyúttal hangsúlyozta, sürgősen további egyeztetésekre van szükség a tarifa emelés és az ehhez hasonló ügyek kapcsán, közölte a korrespondent. Július 1-től volt betervezve a vízdíjak emelése, átlagosan 32%-kal. Ez azonban a közüzemi díjak állami szabályozását végző bizottság tájékoztatása szerint elmarad. A díjemelés előtt hozzávetőlegesen havonta 194 hrivnyát kellett fizetnie egy háztartásnak, a drágulást követően pedig ez az összeg elérhette volna 256 hrivnyát is. Az eredeti döntés értelmében csak Harkiv, Mikolajiv és Herszon megyében maradt volna változatlanul a vízára, így azonban egész Ukrajnában változatlan marad. Közel 2 hónappal ezelőtt kárpátaljai látogatása során Magyar Levente, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumi parlamenti államtitkára felkereste a Munkácsi megyei gyermekkórházat is, ahol többek között arról tárgyalt az intézmény igazgatójával, hogy az eddigi támogatások mellett milyen más módon tud a magyar állam hozzájárulni az itt kezelt gyermekek ellátása minőségének javításában. Ennek a megbeszélésnek az eredményeként a minap 45 számítógépet adtak át a Munkácsi megyei gyermekkórház számára. Az adomány összértéke közel 1,5 millió hrivnya. Körülbelül 2 hónappal ezelőtt itt járt Magyar Levente miniszter
helyettes úr a külgazdasági és külügyminisztériumból bejárta a kórházat, akkor folytatott itt egy nagyon komoly tárgyalást kormányzó úr, megyei közgyűlési elnök úr jelenlétében, és akkor hangzott el a megyei gyermekkórház részéről az az igény, hogy szükség lenne az orvosok számára számítógépekre, asztali munkahelyekre. És a mai napon ez az ígéret teljesült. Leszállítottunk összesen 45 munkaállomást a gyermekkórház orvosainak a munkájának és a gyógyító munka megkönnyítésére. Lassan másfél éve tart az orosz-ukrán háború, melynek kezdete óta közel 8 millió ukrán állampolgár hagyta el hazáját, majd 6 millióan pedig az ország fronttól távolabb eső részében húzódtak meg. A 2022-es becslések szerint 17,6 millióan szorulnak humanitárius segítségre Ukrajnában. Számukra a nemzetközi szervezetek, az egyházak és a civilek kezdeményezései jelentenek lehetőséget a túléléshez. A magyarországi összefogás eddig nem látott méreteket öltött 2022. februárjában. Több tízezer önkéntes dolgozott annak érdekében, hogy a határon átlépő menekülteknek segítséget nyújtsanak. Segítség beilleszkedésüket és továbbutazásukat. A Magyar Vöröskereszt a háború kitörése óta több százezer menekültnek nyújtott segítséget. Célkitűzésük jelenleg 75 millió forint összegyűjtése, amivel a menekülőket és az országban maradottakat tudják folyamatosan segíteni. Eddig 74 millió 444 ezer 22 forint gyűlt össze a szervezet segítségével. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a háború egy éve alatt összesen 115 ezer menekültnek nyújtott segítséget. Összesen 570 tonna árut szállítottak Ukrajnába, amelynek összértéke 570 millió forintot tett ki. Az Ökumenikus Segélyszervezet a februári események hatására raktárbázisokat és logisztikai központokat hozott létre Budapesten, Beregszászban és Lembergben. Ezek segítségével az elmúlt egy év alatt 1631 tonna segélyárut tudtak eljutatni Ukrajnába, olyan nehezen megközelíthető helyekre is, mint Herson. Az eddigi legnagyobbnak ítélt összefogásban a magyar civil és üzleti szféra szereplői együttesen idén február végéig 12 millió dollár értékben tettek fel ajánlásokat. A Baptista Szeretetszolgálat főként a kárpátaljai lakosság és az ide érkező menekültek ellátásában vállalt szerepet az elmúlt másfél évben. Eddig több mint 15 tonna segélyszállítmányt juttattak el Kárpátaljára, amelyek főként tartós élelmiszerekből, higiéniai termékekből, takarókból álltak. A Magyar Katolikus Egyház különböző módon igyekezett segíteni a menekültek helyzetén. A támadások után szinte azonnal sikerült 3 teherautónyi segélyszállítmányt elindítani a magyar-ukrán határhoz. Eddig 6 alkalommal indítottak segélyszállítmányt a belső területekre, több mint 500 millió forint összértékben. Magyarország kormánya ugyancsak segítséget nyújtott a menekültek, valamint a háborús országban maradt ukrán és magyar lakosság számára. 6 hazai karitatív szervezettel 2022-ben 3 milliárd forintos segélyprogramot indított, valamint több mint 1300 hazai óvodában és iskolában fogadták az ukrán gyerekeket és kezdték el oktatásukat. Azok, akik menedékstátuszt kaptak, jogosultak szállás, étkezési és orvosi ellátás igénybevételére és a havi létfenntartási támogatás igénylésére. A magyar kormány a Hungary Helps program keretében 1350 millió forint értékű támogatást nyújtott az Ukrajnában maradottak számára. A civilek oldaláról hasonlóan nagy összefogások alakultak ki a háború első hónapjaiban. A legtöbb szerveződés tartós élelmiszer és ruhanemű adományokat gyűjtött, sokan fogták össze a gyógyszer és higiéniai termékekre vonatkozó támogatásokat is. Kiemelt szerepe van a katonák támogatásában a Sárkányellátó nevű szervezetnek, amely hazai civilekből áll, és kárpátaljai katonáknak küldenek segélycsomagokat. Magyarország és a magyar lakosság nem először nyújt segítőkezet Ukrajnának. Az 1998-as és 2001-es kárpátaljai nagyárvíz során ugyancsak jelentős volt a civil és az egyházi szervezetek összefogása.
A 2014-ben kialakuló orosz-ukrán háborús helyzetet követően szintén elindult egy összefogás a magyar lakosság és kormány részéről. Mindenről bővebben az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány elemzésében olvashatnak. A Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara gyűjtést szervezett a Bátyói kistérség rászorulói és a háború elől ide áttelepültek számára Magyarországon. Az akció fő támogatója a Pest megyei és Érd megyei jogú városi kereskedelmi és iparkamara lett. Az átadón Vereckei Zoltán elnök elmondta, a 2010-es évek közepétől szoros munkakapcsolatot ápoltak a régió önkormányzataival és gazdasági szereplőivel. 2018-ban egy konferenciát tartottunk, amelyen felhívtuk a figyelmet a Tisza élővilágának a megóvására és mindannak a hulladékgazdálkodási problémának a kezelésére, aminek következtében aztán most már a magyar kormány támogatásával itt Kárpátalján egy nagyon komoly hulladékfeldolgozó üzem épül. Tehát a mi kapcsolatunk az a háború előtti. A háború viszont kiváltotta azt, hogy nekünk, hogyha itt barátaink, ismerőseink élnek, akkor nekünk segíteni kell. Így a gyászos 2022. február 24-ét követően már két alkalommal élelmiszer segélyt hoztunk ki Kárpátaljára. Most, amikor a gátat felrobbantották, és újból az a hír érkezett, hogy belső menekültek jöhetnek Kárpátaljára, akiknek az elszállásolásával esetlegesen gond lehet, akkor az egyik panzió tulajdonosunk felajánlotta a éppen rekonstrukció alatt álló panziójának, ahol teljes bútorcserét hajt végre, a még tökéletes állapotban lévő fekvőhelyeit, matracait, ágyneműjét, és ez volt az alap. Erre jött még az, ami a kamarának a informatikai rendszeréből nélkülözhető televíziókat jelenti, és hát a Tóth Miklósék és a Bátyú polgármester úr részéről kért tartós élelmiszerekből is hoztunk annyit, amennyi erre a teherautóra most felfért. A humanitárius segélyben szereplő tartós élelmiszer és tisztítószerek összértéke 3,5 millió forint. Ezekből a Bátyúban élő 150 menekült mellett a nyilvántartásukban szereplő 300 nehéz helyzetben élő helyi családnak is jut, mondta el a polgármester. A Vörös Kereszt, valamint a kárpátaljai és a kelet-ukrajnai Luhanszk megye katonai közigazgatási hivatal támogatásával nálunk fel fog épülni egy befogadó központ, ahol a tervek szerint több mint 30 menekült családot tudunk majd elhelyezni modern körülmények között. Ott fogjuk majd elhelyezni azokat a bútorokat, amelyeket most kaptunk az iparkamaráktól. Azt tudni kell, hogy az áttelepültek egy része még mindig oktatási intézményben lakik. Ezzel az építkezéssel nagyban javul majd a helyzetük. Vitali Matyi, a Beregszászi járási katonai közigazgatás vezetője az újabb humanitárius segélyszállítmányt megköszönve közölte, hogy eddig a járás hivatalosan 20 ezer belső menekültet fogadott. Nagy részük már nem tartózkodik a járásunk területén, visszatértek lakóhelyükre, vagy esetleg külföldre utaztak. De akkor is jelentős feladat az itt maradottak ellátása, a lakhatási körülményeik biztosítása. Ezért jó az, hogy kaptunk partnereinktől tartós élelmiszereket és higiéniai cikkeket tartalmazó adományt, valamint bútorokat, ágyakat, matracokat, takarókat. Mindezeknek hasznát vesszük, és tudunk majd javítani az áttelepültek helyzetén. Főleg akkor lesz rájuk szükség, ha újabb áttelepülők érkeznek majd. Gelb Sándor, a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara elnöke kiemelte, a szállítmányt a Bátyói önkormányzat igényei szerint előzetes egyeztetések után állították össze. A Vereckei Zoltánnal azon dolgozunk, és ő is azon dolgozik, hogy személyesen is, hogy őszre sikerüljön egy következő segélyszállítmányt összeállítani. Reméljük, nagyobb lesz a vállalás a megyei kamaráknak ebben
Mi viszont továbbra is folytatjuk a munkát, hamarosan ugye Nikopolba fogunk szállítani vizet segélyként, ott egy másik összefogásban, és Beregszázi kórháznak is szállítunk egy mentőt. A jelenlegi szállítmányt a Bátyói Líceum raktárába pakolták le. Lassan másfél éve tart Ukrajnában a háború, mely arra kényszerítette a Kárpátalján élőket is, hogy adaptálódjanak az új valósághoz. A helyi magyarság az elmúlt évtizedekben komoly intézményrendszert épített ki. Rendelkezik saját oktatási hálózattal, színházzal, médiával és komoly vállalkozói réteggel is. Mindezek együtt képezik szerves egészét a megmaradásnak. 6 évvel ezelőtt vásároltuk meg nagyon-nagyon leromlott állapotban, tető beszakadva meg mindent. Most nézzétek meg, mi lett belőle. A beregszászi járási gáton élő Héj családnak az elmúlt években komoly befektetéssel sikerült megnyitni az Arizona nevű étterem panziót, mely közvetlenül a Munkács-Beregszász főútvonalon fekszik. Miután ez az út vezet több helyi termálfürdőhöz is, nagyon sok belső ukrajnai turista áll meg itt ebédelni és vacsorázni, ahol többfajta kárpátaljai magyaros ételt szolgálnak fel. Ha pedig meg szeretnének pihenni, akkor akár szállást is foglalhatnak helyben. Nekem olyan motivációt adott az első 3 találkozón voltam itt, hogy belevágtam egy akkora befektetésbe, egy akkora vállalkozásba, amiből kinőtt egy motel, egy menő resti és egy pub. Az Arizona, mondjuk úgy szabadidő központ, ami gáton található Kárpátalján, Beregszász és Munkács között a főúton. Tradicionális kárpátaljai magyar konyhát viszünk nagyon nagy megelégedésére a turistáknak. Fő vendégkörünk a munkácsi ukránság és a Kijev, Odessa, Lutsk, Rovno, Harkovi átutazó, vagy pedig nálunk wellnessező, termálvizeket látogató turisták. Mellette egy 8 szobával rendelkező motelünk van, ahol 2+1-es szobáink vannak, jól felszerelve, hatalmas udvarunk van, kiülőkkel, kemencével, amit aktívan használunk, és mindez annak köszönhető, hogy az itteni feelingnek, motivációnak 52 évesen vágtam bele. Igaz? Megvettem egy lepukkadt olyan épületet, amiknek be volt szakadva a teteje. Azt a napi 3 évi munkával működéképessé tettük. De mindehez a motivációt innen szereztem. A kárpátaljai magyar vállalkozók azonban 1000 szállal össze vannak kötve a Kárpát-medence magyar üzleti világával is, akik ha baj van, azonnal a segítségükre sietnek. Mezőkövesden 8. alkalommal tartották meg a Kárpát-medencei magyar vállalkozók találkozóját, melynek egyik üzenete pont ez volt. A Kárpát-medence külhoni régiójából vannak jelen a külhoni magyar vállalkozók, és sokaknak 2016-ban az első élménye volt például, hogy egy erdélyi, egy kárpátaljaival találkozzon, egy felvidéki, egy vajdaságival találkozzon. Ma már egy családról beszélhetünk. Mondjuk például, mikor az orosz-ukrán háború kitört, akkor az erdélyi, a felvidéki és a vajdasági vállalkozók azonnal írtak a kárpátaljaknak, hogy mi van veletek, hogy vagytok, miben segíthetünk nektek. Azt gondolom, hogy ez is egy olyan példája annak, hogy ez egy valódi közösség, valami olyan mozgatja, ahol nem üzleti versenytársak vannak jelen, hanem egymás partnerei, barátai, és valahogy úgy tudjuk a nemzetegységét itt megélni, mint egy család. Nem is tudom szavakba foglalni, hogy mennyire jól esett ez nekünk, hogy számos külhoni régióból hívtak, vállalkozók, ismerősök kérdezték, hogy mit tudnak nekünk segíteni, tehát bármilyen segítséget, akár esetleg szállást, bármit, tehát hogy ez nagyon-nagyon jól esett, és ez erőt adott nekünk ahhoz, hogy kitartsunk, és továbbra is Kárpátalján maradjunk. Ez a kezdeményezés a Vajdaságból indult el, csak úgy, mint egyébként más kezdeményezések is az elmúlt
30 évben. A legfontosabb az, hogy az elmúlt 10-12 évben elért eredményeket meg tudjuk őrizni. Erről már Potápi Árpád, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszélt. Potápi szerint Közép-Európában alapjaiban változott meg a világ, amihez alkalmazkodnunk kell. Az intézményrendszert is bővítettük, fejlesztettük, a bölcsödétől egészen az egyetemi hálózatig. Hát remélem azt, hogy ezekkel a lehetőségekkel élve egyre több ember mondja azt, hogy nem érdemes elmenni a szülőföldjéről, itthon akar boldogulni, illetve látjuk a számokat is, hogy sokkal többen költöznek már haza a Nyugat-Európából tengeren túlon, mint ahányan mennek el. Ez egy kedvező, vagy nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy kedvező fordulat. Reméljük, hogy ezt tudjuk erősíteni a továbbiakban is számunkra egyébként. Az a legfontosabb, hogy minél előbb fegyverszünet legyen itt a szomszédunkban, béke legyen, hiszen ez a háború mindenre rányomja a bélyegét, amellett, hogy egyébként a kárpátaljai magyarság fizikai valójában is érintett ebben a konfliktusban. Az idei találkozón azon kárpátaljai magyar cégvezetők tudtak részt venni, akiket a hadiállapot alatt bevezetett ukrajnai rendelkezések nem akadályoznak a határátkelésben, illetve külön engedélyt kaptak. Mint mondják, rendkívül fontos számukra a rendezvény, ugyanis a fennmaradáshoz mindig szükség van az új ötletekre. A beregszászi Marton Tibor például két boltot és egy webshopot üzemeltet Kárpátalján. Saját bevallása szerint az államtitkárság vállalkozóknak szóló rendezvényei segítették őt cége fejlesztésében. Kereskedelmünkben nagyon sok potenciális vásárlót veszítettünk, tehát ha azt mondom, hogy a magyarságunk a felét, tehát a vásárlói magyarságunk felét, akkor nem túlzok. És jelenleg megmaradni Kárpátalján, mint vállalkozó, szerintem az egyik legnehezebb dolog. Halljuk, hogy keletről jönnek át hozzánk Kárpátaljára a különböző vállalatok, és a számok azt mutatják, hogy a kárpátaljai vállalkozók azok nem élnek rosszul, vagyis csinálják a dolgukat, és fejlődnek. Én nem tudok, megmondom őszintén, panaszkodni, és nem is szeretnék, mert mi tudtuk pótolni a vásárlóinkat. Tehát ha a kereskedelemről beszélünk, tudtuk pótolni a vásárlóinkat. Sőt, büszkeséggel is tölt el, hogy a háború ide kellős közepén, de egy újabb vállalkozást is tudtunk nyitni. A mezőkövesdi esemény egyben platformot is biztosít a regionális üzleti kapcsolatok építéséhez, új piacok felfedezéséhez, partnerségek létrehozásához, illetve az egyéb üzleti lehetőségek kiaknázásához is. Mindebben pedig a legfelkészültebb előadók segítenek, hiszen egy vállalkozás esetében nem csak a létezés, de a fejlesztés is fontos. Vállalkozói kihívások szinte minden régióban ugyanazok. Generációváltás foglalkoztatja a családi vállalkozásokat, a növekedés és annak kezelése, a munkaerő hiány, illetve a jó munkaerő megtartása, képzése, az új piacok felkutatása vagy új piacra való betörés, illetve a kárpátaljai vállalkozók esetében meg ez a hatalmas bizonytalanság, hogy mikor és hogyan tudják majd újrakezdeni a vállalkozói létüket Kárpátalján. A beszélgetések azok interaktív beszélgetések voltak, és az arra próbáltunk szakmai útmutatást nyújtani nekik, hogy ezekre a kérdésekre milyen válaszokat találjanak. A szakmai eladások is ezekre orientálódtak. Azt gondolom, hogy a 8. alkalommal nagyon nagy szintet léptünk az interaktivitásban, tehát egyre több a párbeszéd és a nyílt kommunikáció a résztvevőkkel, tehát nem csak egyoldalú eladások, hanem közös beszélgetés és problémamegoldás zajlik. Kárpátalja viszonylatában tehát fontos a kitartás, hiszen ha nem is azonnal, de minden háború véget ér egyszer. Most tehát az a legfontosabb, hogy mindenki úgy tegye a dolgát Kárpátalján is, ahogy eddig is minden tudása és lehetősége szerint tette. Minden háború befejeződik, és reméljük azt, hogy minél hamarabb, és elindulhat Ukrajna is egy olyan úton. Én abban reménykedem, hogy milyen, hogy jogilag is most már tagjelöltet az Európa Uniónak, és lesznek olyan politikai döntések, akár esetleg 1-2-3 rövid távon uniós tagja lehet az Európa Uniónak, legalábbis Ukrajna. Így nagyon nagy lehetőségek lesznek legalábbis a vállalkozás fejlesztésekben, az újraépítkezésben. Én hiszem azt, hogy ez az idő el fog jönni hamarosan, és én azt javasolnám, hogy kitartás, meg kell tartani a munkatársakat, meg kell tartani a vállalkozást, és hinni kell abban, hogy
lesznek még azért sokkal jobb idők is. Az idei vállalkozók találkozójának a fő üzenete pedig az északkeleti végekről érkezők számára pont az volt, hogy a Kárpát-medencei magyarság minden időben számíthat egymásra.